Sziasztok srácok, illetve lányok, üdvözlök mindenkit, én Patrik vagyok, és itt lennék egy olyan Vansfilmes videóban. Azt már megszokhattátok tőlem, hogy én általában guide tutorial videókat csinálok a játékhoz, hogy mit, hogy érdemes csinálni, hogyan lehet haladni így kezdő játékosoknak. Viszont mostanában nagyon gyakran felmerült a komment szekcióba, hogy bizonyos embereknek szinte fogalmuk sincs a játékról, és állandóan negatív véleménnyel állnak hozzá. Mondok egy példát, ide majd be fogok vágni kommenteket, itt tisztán látni fogjátok, hogy olyan emberek kommentelnek a játékkal kapcsolatban, akik vagy még ki se próbálták, egy videót nem láttak róla, vagy egyszerűen fogalmuk sincs a játékról, és azt sem értem egyébként, hogy miért pont egy guide videó alá kommentelnek. Tehát, hogyha mondjuk egy játék bemutatót csinálnék, hogy ez a játék miért jó, vagy miért rossz, próbáljátok ki, egyébként ami tervben is van, de most ez a videó nem erről fog szólni, akkor megérteném. De hogy oda kommentelnek egy olyan videó alá, ami konkrét arról szól, hogy aki már játszik a játékkal, annak segítsek, erre odaírja, hogy szerintem miért rossz a játék, miért nem játszik hasonló játékokkal. Szóval igazából ez egy jó videó ötlet, így el tudom magyarázni nektek, hogy ez a játék lényegében miért jó, én miért szeretem, és így legalább el tudom magyarázni ezeknek az embereknek is, hogy miért az ő véleményük miért nem releváns ebből a szempontból, úgyhogy vágjunk is bele és nézzük is meg. Nos, ez a kommentelő itt írt nekünk egy igazság szerint egy regényt, amit elsősorban nem is értettem, hogy most itt miről van szó. Tehát röviden tömörülő azon van kiakadva, hogy a játék ez egy multiplayer játék, és hogy ő nem tud egyedül játszani a saját kis világában, a saját kis világ beállításaival, mert hogy ő arkozott, ő ezt megszokta arkba, hogy ő saját szerver csinál, beállítja a világ beállításokat, és ott tud játszani. Nos, azt azért vegyük figyelembe, hogy ez a játék egy multiplayer, masszív online, tehát MMO játék, ez így is volt bejelentve, így is fog megjelenni, hogy kizárólag multiplayer lesz a játék. Ugyan tény és való voltak olyan hírek a játék, hogy te majd tudsz egyedül is játszani, vagy egyébként igaz, tehát tudsz szólóban is játszani, őt viszont az zavarja, hogy vannak más játékosok a szerveren körülötte. Hát akkor ez viszont nem a te játékod, nem tudom miért akadsz ki azon, amikor konkrétan fel van tüntetve, hogy ez egy multiplayer játék lesz, multiplayer elemekkel, ez a lényege, többen mentek boss fightra, többen védetek dolgokkal, segítetek egymásnak. De ez még hagyján, folytassuk is akkor, hogy miről szól a komment. Itt ugye röviden tömören kitér arra is, hogy a rász hasonló játékok ezeket már réges-régen megoldották, és hogy itt miért nem tudták ezt megcsinálni, csak le kéne másolni a formulát, illetőlegesen arra is kitér az illető, hogy mennyi negatív értékelés van a játékon. Most azt vegyük figyelembe, hogy azok az emberek, akik ezt hozzák fel érnek, hogy mennyi negatív értékelés van valamin, általában nem a legokosabbak. Félértés ne essék, én ezt a kommentelőt nem szeretném személyesen bántani, meg semmi ilyesmi, meg lehet mindenkinek a saját véleménye, de az nem vélemény, hogy azért, mert valaki ezt mondta, ez valószínűleg igaz. Próbáld ki a játékot, nézd meg, hogy tetszik-e, ha nem tetszik, ne játsz vele. Viszont az, hogy te egy AAA kategóriás játékhoz, tehát az Ark, egy fizetős AAA kategóriás játék, hasonlítasz egy ingyenes játékot, ami ráadásul nemrég jelent meg, egyszerűen nem releváns, sőt ráadásul nagyon vicces. Ez kb. Olyan, mintha azt mondanád, hogy az Assassin's Creed egy Stickman verekedős játékhoz képest mennyivel jobb. Hát egyértelműen jobb, hát azt egy konkrét stúdió csinálja, több év játékfejlesztési tapasztalatokkal, ők arról híresek, hogy minőségi AAA kategóriás játékokat csinálnak. Úgyhogy én ezt a kommentet nem feltétlenül értettem, hogy ez most így gyakorlatilag miről is szól. Én elhiszem, hogy neki nem tetszik a játék bizonyos okokból, de hogy ezt neki most miért kellett feltétlenül leírnia, igazából tökre butaság volt. Egy multiplayer játék az leírta, hogy őt zavarja, hogy nincs benne szóló single player mód, úgyhogy hát oké. És itt a kedves kommentelő kitért arra, ami egyébként a játékosoknak, illetve hát az embereknek nagyon így bántja a csőrét, az az, hogy a játék nagyon sok helyről inspirálódott, ez szinte 100%. Ezt nem tagadom. Egyébként manapság szinte majdnem mindenki inspirálódik mindenhonnan, ezt a kommentelő is leírta, hogy ameddig ez belem bizonyosodik, addig igazából ezzel úgy nagyon nem tudnak mit kezdeni, viszont ez probléma. Tehát én ezt most kérdezem, hogyha egy játékba beleraknak egy motort, és te beleraksz egy motort, az probléma? Az, hogy egy játék cég egy másik játékos cégtől vesz ötleteket? Tehát ez a játék, amiben szerintem nagyon jó az pont ez, hogy jó játék mechanikákat ugyan más játékokból, de összegyúrt egy jó játékba. Összegyúrta azokat, amiket más játékokban szerettem használni, és mai napig szeretek. Ez a játék, a játékban szinte megvan majdnem az összes. Dungeonozás, farmozás, craftolod a jobb gírt. Tehát vegyük egy példát, én nagyon sokat vovoztam.
WoW-ban mit kellett folyamatosan csinálnod? Farmolod a Mythic Dungeon-okat, hogy minél jobbnál jobb cuccokat szerez. Ebben a játékban mit kell csinálni? Megölöd a bosst, hogy minél jobbnál jobb cuccokat szerez. Imádtam egy játékban farmolni nyersanyagokat, építeni a házamat. Ebben a játékban megvan. Mi kell ennél jobb? Dungeon-özöl, farmolsz, játszol a barátaiddal. Szinte minden megvan benne. Nagyon sok rendszert lemásoltak, a talent rendszert, egyebeket, igen. Ez tény és való. Engem ez nem zavar, sőt kifejezetten örülök neki, hogy olyan rendszereket hoztak át a játékba, ami más játékokban szinte sikeres volt. És akkor ismételten a kommentelők hitére arra, hogy neki nem tetszik az, hogy nem tud egyedül egy szerveren játszani egy multiplayer orientált játékban. Hát legközelebb nézzük utána annak, hogy pontosan milyen játékkal is játszol. És akkor a következő kommentünk az... Várj, mi? Hogy mi van? Hogy az komoly. Igen, szóval itt a kommentelő kifejtette az MMO-k lényegét, ami abból áll, hogy farmolsz, gírelődsz. Ez neki nem tetszik, mert ahogy ő fogalmazott, amilyen flagmán fogalmazott, ez annak van, akinek végtelen ideje van. Hát most ebben a játékban annyit azért nem kell farmolnod, mint mondjuk más MMORPG-kben, de tény és aló, kell farmolni a játékba. Én elhiszem, hogy neked nem tetszik, továbbra sem értem, hogy akkor miért kommentelsz egy guide videó alá, ami azoknak a játékosoknak készül, akik játszanak a játékkal és szeretnének olyan tartalmakat nézni, ami segít nekik eligazodni a játékban, vagy esetleg gyorsabban haladni a játékban. Tehát neked nem tetszik ez a játék műfaj, vagy esetleg a játék, de azért megnézed róla a videót, ami arról szól, hogy mit, hogy csinálj benne, majd oda kommenteled, hogy amúgy te ezért nem játszol vele. Oké. És egyébként fun fact, itt az illető válaszolt pont az előbb említett szavaimra, hogy ő igazából azért válaszolt a komment szekcióban és azért írta le idézőjelbe a véleményét negatívan, mert bedobta neki a YouTube, hiszen ő amúgy meg se nézni az ilyen videókat, mert nem érdekli, de azért megnézte a videót és azért oda kommentelt alá, hogy neki ezzel problémája van, úgyhogy hát én nem tudom, hogy sikerült ezt a kommentet leírni, amikor megcsináltad konkrétan a szöges ellentétét annak, amit leírtál, függetlenül, hogy hol ajánlotta be a YouTube, hol nem, megnézted és írtál róla egy kommentet, egy véleményt, úgyhogy hát oké, hiszek neked, mondjuk azt. Nos, ez a következő komment, ezt nem igazán értem, hogy személyesen egyébként így ellenem indult, tehát így személyeskedni akart, vagy hogy mi volt ezzel a tervje, de az, hogy konkrétan leírja, hogy na még egy játék, amivel feleslegesen játszok, hát neked az miért felesleges, hogy én mivel játszok? Tehát, hogy honnan veszed, hogy én azért játszok, hogy micsoda? Felesleges egy játék, amivel játszok, még egy felesleges játék, amivel játszok. Hát én azért játszok egy játékkal, mert szeretem, élvezem, kikapcsolódok rajta. Most azt honnan veszed, hogy ez még egy felesleges játék? Te tudsz olyan játékra, amit ugyanúgy szintén úgy elkezdtem, aztán így felesleges volt, de mégis játszottam vele? Akkor nem értem, miért játszottam vele? Aztán ugye azt is leírja, hogy neki problémája van a vibe-pal, hogy újra kell kezdeni, akkor ez most miért jó, nem érti, hogy ez miért lett divat. Hát kedves barátom, ez azért lett divat, mert a játékban kell valami frissítés, hogy a játékosok ne unatkozzanak, ne unják meg a játékot. Erre pedig egy tökéletes formula az, hogyha eljutnak egy adott végpontig, ahol már nem nagyon tudnak mit csinálni, nem jön új content, akkor újra kezdenek mindent, viszont új contentekkel. Tehát nem elég, hogy a játékot újra kezdik, hanem új contentet kapnak, új tartalmakat tudnak csinálni, új gíreket, új fegyvereket, új területekre tudnak elmenni, mindazonáltal, hogy egy meglévő szegmensen mennek folyamatosan újra végig, amit egyébként változtathatnak, bővíthetnek, úgyhogy egyébként ezt még így nem tapasztaltuk, meg nem tudjuk, miről van szó. Ugye én ebben a videóban, ami alatt ez a komment volt, itt elmagyaráztam, hogy a vibe hogyan működik, miről szól, és hogy nem tűnik el mindened. Hát a kommentelőnek úgy tűnik, ezt nem sikerült megértenie, és a végére még egy flagmán szívesen üzenetet is kaptam. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy te jobban tudod, hogy én mivel szeretek játszani, vagy mivel kellene játszanom, úgyhogy puszi innen is neked, tesókám. Úgyhogy srácok, lányok, ezek voltak a negatív kommentek, mint azt láthatjátok, nagyon sokan olyan dolgokon vannak kiakadva, ami konkrétan a játéknak a része, és egy tutorial videó aláírják ezeket. Tehát én elhiszem, nektek nem tetszik a játék, jól van, ne játszatok vele, lehet róla véleményetek, hogy nektek miért nem tetszik. Viszont, hogy ezt miért egy olyan videó alá, miért egy guide videó alá kell leírni, ami nem arról szól, hogy milyen a játék, vagy hogy bemutatom a játékot nézőknek, játékosoknak, hanem szimplán arról szól, hogy a játékban hogyan tudsz haladni, hogyan
kell haladni, mik a legegyszerűbb módok, mit, hogy érdemes csinálni. Ez nem egy játék bemutató videó, ez egy tutoriál, egy guide a játékhoz, hogy el tudj benne igazodni. Itt nem véleményezem a játékot, nem elmondom, hogy ez a játék ezért is, ezért is, ezért jó. Tehát itt az, hogy te leírod, hogy neked a játék miért nem tetszik, az nem releváns, mert ez a videó azoknak az embereknek készül, akik már játszanak a játékkal, akiknek már tetszik a játék, és szeretnének benne minél gyorsabban haladni, és minél könnyebb úton módon megoldani a dolgokat. Ez a videó ezeknek az embereknek készül. Így ha neked ez a játék műfaj nem tetszik, vagy nem tetszik a játék, akkor teljesen felesleges leírni a kommentekbe azt, hogy miért játszok vele, meg hogy miért van benne vibe, meg hogy amúgy tök felesleges időpocsékolást már farmolni kell, akkor ez nem a te játékod, ne játsz vele. Teljesen feleslegesen időpocsékolás volt az, hogy te konkrétan ezt a kommentet leírtad, ahelyett, hogy egyébként sokkal jobban el tudtad volna tölteni az idődet, ahelyett, hogy ezt megcsinálod, de semmi baj, igazából adtál nekem ezzel egy videó ötletet, úgyhogy el tudtam mondani, hogy nekem ezekről mi a véleményem. Úgyhogy srácok, lányok, ha ti szeretitek a farmolós játékokat, ahol tudtok dangerözni, gírelni, barátokkal együtt hűlni, akkor ezekre a kommentekre semmiféleképpen ne hallgassatok, próbáljátok ki a játékot, és az alapján alkossatok véleményt, hogy nektek a játék hogy tetszik, ahogy játszotok. Az, hogy most sok negatív vélemény van például Steamen, nem releváns, hogyha én is most beléptem a játékba, aki ennél százszor durvább grafikai játékokkal játszott, sokkal híresebb játékokkal, sokkal jobban értékelt játékokkal játszottam, mégis egy belenyomtam közel 100 órát. Úgyhogy srácok, lányok, én nagyon szépen köszönöm a figyelmet, ha tetszett ez a videó, mindenképpen dobjatok egy lájkot. Ha leírásban megtaláljátok a Discord szerveremet, gyertek fel nyugodtan, és hogyha van bármi videó ötletetek, vagy kérdésetek a játékkal kapcsolatban, nyugodtan tegyétek le a komment szekcióban, vagy csinálok rá egy videót, vagy pedig igyekszem rá válaszolni. Én köszönöm szépen még egyszer a figyelmet, sziasztok!